Jöjj! Jöjj! Hát ez a beteg sose akar felkelni. Na majd mindjárt adok én neki egy pofont, azt fölkel. Hát még ettől se akar felkelni. Mit tegyek, mit tegyek? Á, megvan. Megszagoltatom már ezt a szuper parfümolajat. Ennek olyan jó illata van, hogy ettől biztos felkel. De jó illata van valaminek. Mit keresek én itt? Tudtam én, hogy ebben nem kell csalódni. Na de uram, magának egy súlyos vadászbalesete volt. Úristen, milyen baleset? Uram, hát pöcsöllődte magát, de tessék, itt a barátom címe, miután hazamegy a kórházból, keresse fel. Jézus! Köszönöm, a barátja is orvos. Nem uram, ő egy furja művész, majd megmutatja magának, hogyan rakja az ujjait, hogy ne pisálja szembe magát. Na gyermekeim, ki tudja nekem megmondani, hogy mi az, aminek négy lába van, barna és az erdőben él? Talán néni a medve! Jó gondolat, de én az őszikére gondoltam. Na gyerekek, és mi az, ami a fűben van, zöld és ugrik? A béka, azt tanált néni! Jó gondolat, de én a szöcskére gondoltam. Na és tanár néni, mi az, amit először maga a szájába vesz, akkor nagy és kemény, de amikor kiveszi, akkor kicsi és puha. Hogy micsoda? Jó gondolat, tanár néni, de én a rágóra gondoltam. Nem hiszem el, hogy nem találom meg ezt a nyomvat könyvet. Tegnap előtt még itt volt. Hát te mit keresel, drágám? Azt a könyvet, aminek az a címe, hogy hogyan éljünk 100 évig. Ja, én azt a könyvet eltüzelhetem. Azt mégis miért égetted-e? Hát mert tegnap előtt anyád azt olvasgatta. És nekem azt, hogy te olvasgassa. Túlul pedig annyit mondok neked, everybody to you, engem rövid to you, looking for something, te maradtana. És meg ők akarnak engem pszichológushoz küldeni azért, mert szopam az ujjam. Mit nézem, amit egy süt malac? Nem láttál még képet, vagy mi van? Hú, az anyját, micsoda bögyös menyecske. Bárcsak az én időmben is így kirakhatták volna a begyüket a lányok. Dick, milyen haja van ennek a némbernek? Nekem milyen hajam lett volna annak idején, úgy tarkon vágnak, kihullik az összes hajam, az biztos? Jó napot, uram! Tessék helyet foglalni! Köszönöm szépen! Rendben, adom is az étlapot. Hát de uram, hagyja már az étlapot! Hát nem látja, hogy vak vagyok? Inkább hozzon egy villát, megszagolom és megmondom, hogy jó lesz az a kaja. Elnézést, hozom is azt a villát. Tessék, uram. Á, köszönöm, de uram, először mondja meg, milyen parfümöt használ, mert nagyon jó illata van. Köszönöm, uram, hát én a Super parfümolaját használom, a Sweet Darkness-t, mert szerintem nagyon jó illata van. De hiába mutatom magának, úgyse látja. Ilyen nekem is kell egy. Na de hadd szagolom azt az ételt. Azt mondja, csirkepörkű, nokedlibe. Ez jó lesz. Hozom is. Á, jó napot, uram! Hozom is a villát! Jó napot! Igen, igen, megint kérnem a villát, aztán megmondom, hogy jó az étel. Tessék! Á, köszönöm, azt mondja, töltött káposzta. Ez jó lesz. Rendben, hozom is. Hát ez nem igaz, hogy mindent szaglásról tud. Most hazamegyek és beledörzsönöm az asszony bugyiába ezt a villát. Meglátom, mit mond. Jó napot! Jó napot, uram! Már is hozom a villát. Rendben. Tessék! Köszönöm. Mi a fene? Gizike is itt dolgozik? Jó napot, doktor úr. Jó napot, mi a panasza? Hát tudja, van egy kis baj a nem életemmel. Á, értem. Hát tudja mit. Írok föl magának egy kis viagrát, azt be kell szedni, és minden jó lesz. Á, rendben, köszönöm szépen. Ezt a viagrát én most félbevágom, mert szerintem ez túl nagy. Jaj, ez elrepült. Azt a rohadt a papagáj! Felhívom az állatorvost, megkérdezem, mit csinálják ezzel a papagájjal. Hello, állatorvosi rendelő. Hello, doktor úr, van egy kis baj. A papagájom megette a viagrát, és hát nem tudom, mit csináljak vele. Félek, hogy meg fog dögleni. Ojjjj, hát tudja, egy hűvös és sötét helyre kéne bezárni ezt a papagát, mert különben tényleg megdöglik. Rendben, köszönöm. Na most szépen menjünk és berakjuk a fagyasztóba. Van egy pár óra eltett, megnézem, hogy van ez a papagáj. Bakker!
Két óránát tartott, mire széthúztam a csirke lábait. Mindenki hülye! Itt mindenki. Hogy a fosás jönne rá arra a nádvágó, hidropantó, ronyba tekert, kispörgentyűs, repett sarkú, anyaszomorító névben rakni, ide rakta ezeket a székeket. Képzeld, haver! Tegnap elvesztettem a szüzességem! Tényleg? Na, és hogy történt? Mesélj egy kicsikét! Hát éppen nagyban cicerélünk, erre beintott az anyja! Kikapám! És mit mondott az anyja? Hát kérlek szépen csak annyit, hogy... Hát nehéz döntésnek nehéz döntés volt, de... Döntöttem. Nos, Géza bátyám, látja ott fönt azt a kis üvegcsét a polc tetején? Igen, látom. Amíg én kimegyek telefonálni, maga pisíjon bele abba a kis üvegcsébe. Jó? Rendben, doktor úr. Oj-oj. Mi az Isten, Géza bácsi? Hát tiszta, hogy az egész rendelő. Hát doktor úr, az én koromban tudja, milyen nehéz innen oda abba a pici üvegbe beletalálni. Fiam, tegnap takarítottam a szobádba, és megtaláltam az ágy alatt az offszeres dobozodat. Fú, de jó. Köszi, Nagyi. Most meg mégis miért hívsz engem Nagyinak? Hát, mert tegnap este, amikor kellett volna, én nem találtam. Ez nagyon fincs, nagyon jó. Oh my god! Oh la la! Oh mon dieu! Hogy a fosás jönne rá arra a vénredvás, pörös rézzel kivert, kárpitozott, foncsorozott vasmaros valagára, hogy a BKV-s találja meg hátulról a férfi zuhanyzóba, hogy azt a nádvágó hidrobban toronyba tekert kispörgentyűs pékfaszát, ez de fájt! Hallod, apa? Igen, fiam, mi az? Mi az a... Kolibri. A kolibri? Hajjajjaj, az egy halfajta. Egy hal? De hát itt azt írják, hogy virágról virágra száll. Jó, nem látod, most már azt is tudod, milyen ügyes. Oh, szia, a kérdésedre a válasz. Igen. Drágám, én elmegyek a Böcsivel iszogatni ma este, majd valamikor jövök. Rendben, menj csak nyugodtan, érezd jól magad. Hú, Bözsi, mi már eleget ittunk, szerintem lassan mehetünk haza. Rendben, szerintem is mehetünk. Jaj, Bözsi, nekem pisíni kell. Most mi legyen? Itt a temetőbe álljak neki? Hát hallod, nekem is kérem pislantanom egyet. Szóval álljunk meg itt. Jó, akkor menjünk. Uh-oh, nincsen papír. Na mindegy, majd kitölöm a bugyimmal. Húha, hát az nálam sincs. Na de nekem jobb ötletem van. Itt van egy papíros írom, majd ezzel kitöllöm. Hallott, haver, én nem tudom, hol voltak az asszonyaink, de az enyém tegnap este bugyi nélkül jött haza. Semmi, az enyém úgy jött haza, hogy kilógott egy szallag a valagában, és rá volt írva, hogy sose feledünk helyi tűzoltóörs. Jaj! Oh! Dallas, do what, Batman?